Az egri érseki fiúkórus műsorával kezdődött az Eszterházy tér átadója. Dr. Liptai Kálmán az egyetem rektora éretnek és lendületesnek nevezte az egykori intézmény alapító Eszterházy Károly egri püspök munkáját. Több mint 40 templomot építetett, a líceum csodálatos épületén kívül iskolákat hozott létre. Angliából hozatott távcsövekkel csillagászati kutatásokat támogatott. Papi elhivatottsága mellett szerette a természettudományokat. Az egri püspök nyilvános könyvtárat is alapított, ahol több mint 20 000 kötet található, tette hozzá a rektor. Eszterházy Károlyt mély istenhit és egyház iránti elkötelezettség jellemezte, fogalmazott dr. Ternyák Csaba egri érsek. Mint mondta, az ő nevéhez fűződik az egyházmegye felvirágoztatása, és ültette Egert a régió szellemi központjává. Habis László polgármester az elmúlt hónapok fejlesztéseit emelte ki köszöntőjében. A műemléki rekonstrukciókat példanélkülinek nevezte az elmúlt évek vonatkozásában. Nagyszerű dolognak tartom, hogy megújulhatott sokak szorgos munkája nyomán ez a gyönyörű tér, az Eszterházy tér is. Ezt a teret tulajdonképpen három csodálatos épület uralja, és ezek közül elsőként a líceum rekonstrukciója valósult meg. Ha körbetekintünk, a teret északról határoló érseki palota is történelmi léptékű megújulás napjait éli. A sétányokkal együtt megújult a líceum és a bazilika közötti terület, illetve egy vízi játékot is kapott a tér, ahol már az egyetem alapítójának, Eszterházy Károly egri püspöknek az életnagyságú bronzszobra is megtalálható. A leleplezés után dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta, majd szentelte meg Kovács Jenő szobrász művész alkotását.